Rendezetten egymás után készültek a finomabbnál finomabb falatok, frizurák, sminkek, kísérletek, és az informatikus diákok sem tétlenkedtek a 11. szakmasztár országos döntőjén. Megmutatta felkészültségét és ügyességét az asztalos vagy a vendéglátós is. Borsod megyét ápolók, technikusok, informatikusok és kereskedők képviselték. 5 jutottak be a döntő előválogatójába, 3 a döntőben értek el dobogós helyezést. Elméleti oktatója Erdélyi Lévő, Rusz Anna Mária, gyakorlati oktatója Ilonkáné Holló Enikő. Ma a megyéből a verseny legeredményesebb 11 diákját és felkészítő tanárát jutalmazták. Ezt az eredményt, ezt rengeteg tanulással sikerült elérnem, az országos szakmai tanulmányi versenyen 2. helyezést értem el. Hát ez egy nagyon nagy élmény volt számomra. Rengeteget készültünk, mind a gyakorlatban, mind pedig elméletben is. Az elért helyezések azt bizonyítják, hogy a Berzeviciben a tanárok hozzáértéssel tudják kiválasztani a tehetséges diákokat, és jól fel tudják őket készíteni az országos megmérettetésekre is. Nagyon boldogok vagyunk ettől, hiszen 2 második, 1 harmadik és 1 ötödik helyezésünk lett, ami valóban úgy gondoljuk, hogy nagy siker. Én úgy látom, hogy az, hogy a gyerekek ilyenkor egy-egy versenyen nyernek, az a hosszú előkészítő munkának az eredménye. A szakmák fesztiválján idén 43 szakmában csak nem 300 tanuló mérettette meg magát, de több 100 szakmaválasztás előtt álló fiatal tájékozódott a változatos szakképzési palettáról, a szakképzés jövőjéről. Most azt látjuk, hogy nagyon sok szakma a digitalizációval, az ipar 4.0-ra való készüléssel bővül, és hát ebben a mezőnyben helytállni megyei fiataloknak az egy nagyon nagy dolog. Mi szeretnénk nekik gratulálni, tehát nem csak a Hungexpón állhattak dobogóra, hanem itt helyben a szűke pátriárjukban is. A kamara jutalmazáson túl azt szeretné elérni, hogy minél többen válasszák a szakmatanulását, és utána itt a megyében vállaljanak munkát. Miskolcon is szükség van a szakmai utánpótlásra. És egyre inkább elmondhatjuk, hogy ezekre a fiatalokra van szükség, tekintettel arra, hogy nagyon sok új befektető érkezett és érkezik Miskolcra. Ezeknek mindnek új munkaerők kellenek, méghez olyan munkaerők, akik kreatívak, egy újdonságot, egy újítást be tudnak vezetni az adott munkahelyen, és ezek a fiatalok, akiket ma kitüntetett a BOKIK, úgy gondolom, hogy ilyenek. Idén szeptember 26-a és 28-a között a Euroskills versenyen pedig az is kiderül, hogy ki Európa legfelkészültebb fiatal szakembere.